Folytatódik a városfejlesztés. Egy 1,3 milliárd forintos projekt részeként válik hamarosan élhetőbbé Nagyecsed. Rákócira emlékeztek, a fejedelem születésének 348. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget Baján. Speciális ösztöndíj, havi 20 ezer forinttal támogatja az MNB a Nyíregyházi Egyetem hallgatóit. Nagyecsed integrált fejlesztését célzó projekt keretében növelik a városban a zöld felületet, a közösségi és rekreációs területeket. A vásártéren két tenisz és futópálya létesül, a közösségi ház mellett pedig okospadot helyeznek el, ami egyúttal wifi zóna is lesz. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Élhetőbb Nagyecsed létrehozása című projekt 1,3 milliárd forintos Európai Uniós és magyar támogatásból valósul meg. Rejtene, rejtene, sej a Nagyecsedi réten, elvesztettem a zsebrevalók késem. Nagyecsedi nótákat adtak elő a helyiek azon a rendezvényen, amellyel elindult az Élhetőbb Nagyecsed létrehozása című projekt első ütemének fizikai megvalósítása. Számos olyan attrakcióval bővülünk, ami mindenképpen azt gondolom, hogy a közmegelégedésére fog szolgálni a jövőben. Ennek az első ütemnek a keretében konkrétan egy zöldfelületű rekreációs sportcélú park jön létre a rendezvényterünknek a sarkán. Nagyecsediek csak úgy tudják, hogy a régi diszkó helyén. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép park lesz ott az elkövetkezendő időszakban. Egy nagyon fontos beavatkozás lesz, hogy a régi polgármesteri hivatal helyén, ami non-profit szolgáltatóházként fog helyet adni a különböző szolgáltatásoknak az elkövetkezendő időszakban. Ez egyébként részben már most is így történik, de cserébe nagyon szépen megújul, homlokzata, szigetelés, komplettető, belső burkolatok, új funkciók jönnek létre, tulajdonképpen egy új épület kerül a város szívébe. A Jóléti tó környezetében további ingatlanok bevonásával közel 5000 négyzetméter zöld felület jön létre, amelyekre örökzöldeket, cserjéket telepítenek, sétányokat alakítanak ki, és újabb rekordtán burkolatú kondipark épül. Ennek a projektnek nagyon sok szemléletformáló eleme is van, ami úgy szoktuk mondani, hogy egy ilyen humán eleme a projekteknek. Nem csak építünk, hanem különböző közösségformáló eseményeket, rendezvényeket is tartunk, ami koncentrálni fog a köztisztaságnak a megóvására, a megépített fejlesztési elemeknek a megtartására, megóvására, rongálás elkerülésére, mert sajnos azért az előfordul néha-néha, hogy a nagyon sok pénzből megépült, nagyon hasznos attrakciók azért a rongálás áldozatává válnak, de bízom benne, hogy ez is hatásos lesz, és megőrzünk magunknak, saját hasznunkra és gyerekeink boldogulására ezeket az attrakciókat. A fejlesztés 1,3 milliárd forintos top plusz forrásból valósul meg, amely példaértékű nem csak a választókörzetben, az egész vármegyében. Erről a közgyűlés alelnöke beszélt. Nagyecsed azért mindig élen járt. Élen járt a kultúrában, élen járt a hagyományőrzésben, a történelmi örökségek továbbvitelében, és élen jár a közösségfejlesztésben is. És ez a projekt, ez most lényegében mindent érint. Érinti a közösséget, azt a közösséget, amely itt él Nagyecseden, és érinti azt a történelmi hagyományt és kultúrát is, amelyre mi is büszkék vagyunk a vármegyei önkormányzatnál is. A sajtótájékoztatón azt is bejelentette a polgármester, hogy további 170 millió forintból hamarosan a bölcsőde is fejlődik majd. Jövő augusztus végéig ebből az összegből új csoportszobát alakítanak ki, új bejáratot és parkolót kap az intézmény. Magyarországon élő román párral szemben rendelt el bírói engedélyes kényszerintézkedést a hétvégén a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója. Ez több ember sérelmére a sértettek sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka büntette indokolta. A megalapozott gyanú szerint az élettársi kapcsolatban élő pára a nyíregyházi ingatlanukon évek óta lovakat tartottak és kereskedelmi tevékenységet folytattak. 2021 nyarán az egyik gyanúsított rábírta a vagyoni
nehéz szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévő sértetteket, hogy szállásért, ennivalóért és fizetésért cserébe vállalják el az állataik gondozását, mely ajánlatot a férfiak elfogadták. Az ígéretekkel ellentétben azonban munkavégzésük során munkabért nem kaptak, miközben kora hajnaltól késő estig dolgoztak és szabad nap sem járt nekik. Szállást egy alig fűtött kazánházban kaptak, gyakran napi egyszeri étkezéssel, meleg víz és illemhely nem állt rendelkezésükre. Emellett, ha a gyanúsítottak nem voltak megelégedve a munkavégzéssel, bántalmazták is a kiszolgáltatott sértetteket. Az alapos gyanú tárgyát képező 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény vonatkozásában a bíróság egyikük esetében a letartóztatás, míg élettársa esetében bűnügyi felügyelet elrendelése mellett döntött. A végzés nem végleges, a védő fellebbezést nyújtott be. Második Rákóczi Ferencre emlékeztek a Vajai Várkastélyban. A fejedem születésének 348. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen elhangzott: Rákóczi a későbbi korok számára is hitelesítette a szabadságügyét. A rendezvényen egy majdnem feledésbe merült kiadványt is bemutattak. A Várkastélyban tárlat is nyílt, amely a Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóinak munkáit mutatja be. Szól a Rákóczi induló a Vajai Várkastély parkjában. Itt több mint fél évszázados hagyománya van annak, hogy megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójáról. A fejedelem két alkalommal is járt a kastélyban a szabadságharc idején, ezért szorosan kötődik a település múltjához. Először a szabadságharc kezdetén, 1703. július 19-én. Azért jött Vajára, hogy a Vajakon keresztül megnyerje a szabadságharc ügyének megyénk nemességét, azt követő pedig az ország nemességét, főrendjeit. A második látogatása már erdélyi fejedelemségként is történik, hisz 1704. júliusában Gyulafehérváron azzá is megválasztották. Második látogatása 1711. január 31-ére esik, itt a császár küldöttével Pálffy Jánossal tanácskozik. Itt ajánlják föl számára, ha lemond Erdély függetlenségéről, akkor minden más rangját, jószágát, birtokát megtarthat. Közismert azt, hogy nem teszi, inkább választja az emigrációt. A szabadságharc bukását sirató Rákóczi nóta is felcsendült az ünnepi megemlékezés előtt. Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, a kurucok küzdelme végül elbukott, a rendi alkotmány azonban megmaradt, így a vármegyék tovább képviselhették a magyarság egészét. Hozzátette, Rákóczi a későbbi korok számára is hitelesítette a szabadság ügyét. A Szatmár és Beregi vármegye részeken különösképpen fontos Rákóczi emlékezete, hiszen a népmondákban, a hagyományokban, a közösségek emlékezetében mai napig is élénken és eleven él Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem emléke. Ezen a vidéken kezdte el szabadságharcát a hazáért és a szabadságért, és olyan példát ad számunkra a mai napon is, ami a identitásunk megőrzésében segít, illetve a függetlenségi küzdelmeinkben is, hiszen ma is szükségünk van függetlenségi küzdelmekre, hiszen vannak olyan törekvések, amelyek egyneműsítenék az európai népeket, az európai kultúrákat. Fontos megmutatnunk a saját értékeinket, így lehetünk európaiak, hogyha minél jobb magyarok vagyunk. Katonai tiszteletadás kíséretében koszorúzták meg II. Rákóczi Ferenc szobrát. Ezt követően az intézmény könyvtárában egy különleges kiadványt mutattak be. A kísérlet című periódikát a Várkastély épületében működött alkotóház szerzői állították össze még 1970-ben. A megszerkesztett és kinyomtatott lapszámokat végül felsőbb utasításra bedarálták. A meglévő kéziratok alapján azonban 50 évvel később sikerült kiadni a kötetet. A Rákóczi emlékünnep apropóján
időszaki kiállítás is nyílt a gyűjteményben. A tárlat a Szatmárberegi Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóinak munkáit mutatja be. Ez egy nagyon komoly örökség, és nagyon komoly örökségápolás, amelyet a Szatmárberegi Népművészeti és Kézműves Egyesület végez, hiszen itt akár fafaragásokban, akár pedig abban a képzőművészeti hagyományban, amelynek egy része a beregi és felső-tiszaüdéki keresztszemes hímzés, mind-mind élen járnak, és úgy gondolom, hogy azt, pontosan azt az örökséget ápolják, amelyből mi is lettünk. Akár hogyha a fafaragásokra emlékezünk, ugye az a beregben azért ennek igen komoly hagyománya volt, akár hogyha Schmidt Sándorra emlékezünk, vagy a most is köztünk élő Barát Sándorra, és nagyon jó látni azt, hogy itt az évről évre megvalósuló fafaragó táborban viszik tovább azt a hagyományt és azt a munkát, amely jellemezte akár a népi építészetet, vagy akár a képzőművészetet. És hogy ez megjelenik a keresztszemes hímzésben is, abban a keresztszemes hímzésben, amely már Hungarikum. Úgy gondolom, ez egy olyan küldetés, amelyet mindig zászlóra kell tűzni, és minél több helyen meg kell mutatni, mert így tudjuk tovább éltetni, és így tudjuk átmenteni az utánunk következő generációnak. A Kézművek című kiállítás április 14-éig megtekinthető a Vajai Vai Ádám Muzeális Gyűjteményben. A Nyírvévi Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot az általa üzemeltetett piacok és ügyfélszolgálatok húsvéti munkarendjéről. Nyíregyházán a Tokaji úti vásártér, valamint az állategészségügyi telep március 29-e és április 1-e között zárva tart. A búzatéri, az örökösföldi és a józsavárosi piac nagypénteken és szombaton nyitva lesz, vasárnap és hétfőn zárva tart. Vasárnap a józsavárosi régiség piaca megszokottak szerint nyitva tart, a VV által üzemeltetett fizető parkolókban péntektől hétfőig Nyíregyházán a parkolás ingyenes. A Magyar Nemzeti Bank és a Nyíregyházi Egyetem pályázatot hirdetett speciális ösztöndíj elnyerésére a 2023-24-es tanévre. Ennek összege havonta 20 ezer forint, 10 hónapon keresztül, vagyis összesen 6 millió forint. Az ösztöndíjra a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos nappali tagozatos hallgatói pályázhattak. 46 pályázati kérelem érkezett be, közülük 30 hallgató nyerte el az ösztöndíjat. Sorra érkeznek a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, hogy átvegyék a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjáról szóló oklevelet. Nem ez az első alkalom, hogy ilyen módon kapnak támogatást a diákok. Az MNB-nek van egy kiválósági ösztöndíja, amelyet az iskola 4 legjobb tanulója kap meg. Ennek egy speciális változata ez az ösztöndíj, melynek célja, hogy motiválja a hallgatókat. Fontos, hogy ezt tudatosítsuk a hallgatóinkban, hogy jó úton járnak, hiszen a tanulásra, a fejlődésre rászánt idejük megtérül már itt az egyetemi évek alatt. Nagyon sokan dolgoznak a tanulás mellett, így az ösztöndíj lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy kevesebb időt kelljen munkával tölteniük, és jobban ki tudják használni az egyetem nyújtotta lehetőségeket. A speciális ösztöndíj elnyeréséhez 3 szempont alapján kaptak pontszámokat a hallgatók. A tanulmányi eredmény, a másik tulajdonképpen a tudományos tevékenység, TDK-n való részvétel, OTDK-n való részvétel. Most is készülünk a következő TDK-ra, és nagy számban jelentkeznek a hallgatóink. Nagyon reméljük, hogy újra a sikerrel. A harmadik terület pedig, ami alapján pontokat kaptak, az pedig gyakorlatilag a közéleti tevékenység, ilyen például az intézetünk, a Gazdálkodás Tudományi Intézet segítése, rendezvények szervezése, aktív részvétel, szakkollégiumban való részvétel, előadásokon való részvétel. A pályázati kiírás szerint 3,5-es átlaggal lehetett kérelmet benyújtani az ösztöndíjra. Akik megkapták, mindannyian 4,5-es fölötti átlaggal rendelkeztek. A hallgatók ezért méltán lehetnek büszkék magukra, az ösztöndíjat pedig sokan kifejezetten a tanulmányaikra fordítanák. Nagyon sok energiát fektetek abba, hogy jó eredményeket érjek el, illetve próbálom az egyetem közösségi életét is támogatni, illetve demonstrátorként is dolgozok az egyetemen, ami azt jelenti, hogy a tanárok munkáját segítem, és ennek köszönhetően nyertem el az ösztöndíjat, már hál' Istennek második alkalommal, a tavalyi fél évben is sikerült, úgyhogy nagyon örülök ennek, és az ösztöndíjat külföldi utazásra szeretném költeni, mert így nyelvet szeretnék tanulni. Rengeteg munkát fektettem be a tanulmányaimban, tehát egész jó átlagot tudtam hozni, illetve a közösségi tevékenységem sem utolsó. Többek között demonstrátor vagyok itt az egyetemen, illetve TDK-zok is.
Hogy mire fogom elkölteni, azt igazából még nem döntöttem el, mert inkább ez nekem egy ilyen motiváció volt, hogy én ezt megszerezzem, és ez egy visszacsatolás legyen nekem, hogy megérje a munkám, amit belefektetek, és egyébként igen, választ kaptam rá, illetve nem utolsó sorban ez egy, úgy gondolom, hogy egy olyan része tud lenni majd az önéletrajzomnak, ami mindenképpen említése méltó, és reménykedem benne, hogy majd a későbbiekben az elkövetkezendő HR-es kollégák ki fogják szórni, hogy igen, ott egy MNB is ösztöndi. A Tanítsunk Magyarországért programban hátrányos helyzetű gyerekeket mentorálunk. Igazából azt segítjük elő, hogy tovább tanuljanak a későbbiekben, középiskolába, illetve akár egyetemre is tovább juthassanak. Rengeteget segítünk nekik. A szakkollégium pedig szintén ott is mentorálok, illetve nekünk segítenek felkészülni, illetve integrálódni a társadalomban. A szakkollégiumon belül is mentorálok gyerekeket. Ott közeli településeken, a Tanítsunk Magyarországért programban pedig hátrányosabb falukban mentorálunk. Továbbá demonstrátorként is tevékenykedem az egyetemen. Rengeteg lehetőség van, amiben részt vettem. Tanulmányaimhoz pedig nagyon sokat tettem hozzá. Az MNB és ösztöndíjat pedig azért szerettem volna elnyerni, mert szintén az önéletrajzomban egy nagyon szép része lesz, hiszen ez nagyon fontos. Továbbá az összeget pedig szeretném majd tanulmányaimra fordítani. Többek között szeretnék nyelvvizsgázni, jelenleg a C-típusú nyelvvizsgán dolgozom. Összesen 30 hallgató vehette át az ösztöndíjok leveleket a Nyíregyházi Egyetemen. A januári tisztújító közgyűlés után megtartotta első ülését a Vidéki Színház Igazgatók Egyesülete Nyíregyházán. 14 igazgató vett részt a találkozón hagyományteremtő szándékkal. Már a kaposvári és a székesfehérvári társulat direktora is jelezte, hogy szívesen biztosít majd helyszínt egy-egy ilyen ülésnek. A találkozók elsődleges feladata a szakmai kérdések megvitatása, a kapcsolatépítés és az együttműködések kialakítása. A problémák nagyon hasonlóak. Nagyon nagy nehézségeket azért nem kell megtapasztalnia a mai színházat igazgató kollégáknak. Kisebbek vannak, műszaki dolgozóknak a hiánya, amit mindenképp említenék, ami visszatérő probléma a legtöbb színháznál. Természetesen a bérek fejlesztésére igyekszik mindenki több időt, energiát fordítani, de nagy problémáink nincsenek. Inkább kérdések, amik felmerülnek, ugye a korábbi évek Lázár Ervin programja, hogy meg lesz újítva, újraindul-e, a színházi működés várhatóan a színházi törvény kapcsán hogy fog változni. Tehát inkább ezeknek a kérdéseknek a megvitatása, mint igazi nagy problémáknak a megfejtése. Vereséget szenvedett az A-Studio futszál Nyíregyháza az NB1 felsőházi rájátszásának 6. fordulójában. Lovas Norbert együttese hazai pályán a Veszprémtől kapott ki 4-1-re, és a tabella 4. helyén várja a folytatást. Az alsóházban a nyírbátori SC 6-4-re verte a Pécset, megerősítve első helyét a táblázaton. 6 pontos vereséget szenvedtek Debrecenben a Kék Cápák, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks az NB1B piros csoportjának 25. fordulójában a Deac U23-as csapatától kapott ki 69-63-ra. Meri Mehmedovics 7. helyen álló együttese az alapszakasz utolsó fordulójában vasárnap a 6. TF Budapestet fogadja. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, aztán zárkózni kezdett a Deac, de az első negyed végén a Nyíregyháza vezetett 2 ponttal. A második játékrészben átvette a vezetést a Debrecen, 20 perc játék után 35-30 állt az eredményjelzőn. Fordulás után visszavették a vezetést a Cápák, sőt a negyedik negyed elején 10 pont fölé kúszott a különbség. Nem dőlt el azonban a mérkőzés, kapaszkodni kezdtek a debreceni fiatalok, előbb utolérték, majd el is hagyták a nyíregyháziakat. Az utolsó 2 percben csak hazai kosarak születtek, így 6 pontos vereséget szenvedett Merin Mehmedovics együttese. Nagyon-nagyon kemény fizikai mérkőzés volt. Egyesé volt a fiatalonok ellenünk, és kitalálták ezt a nyerő taktikák egész pályán. Nagyon-nagyon keményen, 40 percre mindig készítettek. Fiatalok erősek, nem engedte nekünk, hogy a támadásból játszunk, ez amit mi akarunk. Ötközés volt,
első felidő valahogy túléltünk, a másik felidő megbeszélve találtunk a nyerő taktikát, és volt egy pillanat, 12 pont is vezetünk. De mondtam, múltkor, amikor beszéltünk, ez a hosszú sorozat, ez öt nagyon nehéz meccs, érezhető volt, hogy utána egy kicsikét lefajtunk valahogyan, olyan elment az erőnk, nem voltunk elég koncentrálva, zicsereket kihagytunk, sok mintát kihagytunk, hát ez fáradtság. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Salgótarján 78-65, Cegléd Jászberény 84-63, Óbudai Kaszások Fót 183, Budafok TF Budapest 85-90, MEAFC BKG Prima Akadémia 94-104 és Pécsi VSK Újbuda MAFC 85-87. A tabella élén a Pécs áll 22 győzelemmel és 3 vereséggel. A 11-14-es mutatóval 7. Nyíregyháza az alapszakasz zárófordulójában az azonos mérleggel 6. TF Budapestet fogadja. Edző az én játékosom volt, sokáig ismerem TF, most ez a szezon jól szerepel, jó igazolt is, de nekik is ebben a bajnokságban volt ez az utolsó period, nagyon kérdés, mi lesz. Még mindig ők nem tisztán 8-ban vannak, és ettől jönnek ide, és újra egy ütközés lesz. Nekik van ez, amit nekünk valahogy nem fekszik, van ez a Ánda Dávid, aki magas, van még két magas Károssi Kelenföldi. Azt kell megoldani taktikailag, meglátjunk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks TF Budapest mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása következő: BKG Prima Akadémia Budafok, Fót MEAFC, Jászberény Deasz U23, Újbuda MAFC Óbudai Kaszások, Salgótarján Cegléd és Vasas Akadémia Pécsi VSK. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Egy 1,3 milliárd forintos projekt részeként válik hamarosan élhetőbbé Nagyecsed. Kezdetét veszi a település belterületi zöld infrastruktúrájának, közösségi funkcióinak, vízelvezető és közúthálózatának, továbbá parkolási infrastruktúrájának fejlesztése. Az ehhez szükséges forrást az Európai Unió és a magyar állam biztosította vissza nem térítendő támogatás formájában. Második Rákóczi Ferenc születésének 348. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a Vajai Bai Ádám Múzeális Gyűjtemény. Az intézményben évtizedes hagyománya van a megemlékezésnek. Az eseményen idén egy különleges kiadványt mutattak be, valamint egy időszaki kiállítás is nyílt a kastélyban. A tárlat a Szatmár Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóinak munkáiból ad ízelítőt. 30 hallgató nyert el a Magyar Nemzeti Bank és a Nyíregyházi Egyetem speciális ösztöndíját. Ennek összege havi 20 ezer forint 10 hónapon keresztül. Sokan ezt az összeget tanulmányaik folytatására és nyelvtanulásra fordítják majd. Március 26-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán több alkalommal megélénkül majd a délkeleti szél. Általában sok felhő lesz felettünk, de szakadozott, mérsékelt vastagságú felhőzet mellett időről időre kisüt a nap is. Eső nem valószínű. A szél további enyhülést hoz, délen lesz a legmelegebb, míg északkeleten 12 és 15 fok közötti maximumokat mérhetünk.